Az őszi szüreti időszakhoz közeledve a borábrázolása került terítékre a Rejtélyek és szimbólumok a képzőművészetben című előadás sorozat szeptemberi részében a Balatongyöröki Berta Bulcsú művelődési házban. Körülbelül Krisztus előtt 6000 körül már biztosan tudjuk, hogy termesztik a szőlőt. Az is kiderült, miként változott a borábrázolása egészen az ókortól a 17. századig, és hogy a legfontosabb nagy művészek mind központi témaként foglalkoztak a borábrázolásával, köztük Michelangelo, Caravaggio és Diego Velázquez is. Az egyiptomi ábrázolásokon keresztül tudunk a legtöbbet arról, hogy az ókorban hogyan nézett ki a szőlő termesztés és a bor készítés. A program tavalyi indulásakor a szervezők úgy sejtették, hogy csupán egy bizonyos réteget fog majd vonzani a művészettörténet, de kiderült, a szélesebb közönség is élvezettel hallgatja Kardos Laura informatív előadásait. Kádár Zsuzsa helyi lakos előszeretettel jár a programra, nem ez volt az első előadás, amelyen részt vett a férjével. Nagyon érdekes témákat vet fel, mert most 4.-5. alkalommal vagyunk itt. Érdekes megvilágításban kerülnek elő. Ugye az elején az építészetről volt szó, végig a korszakokon keresztül. Most pedig például volt egy ilyen, hogy a tükör, hogy jelenik meg a tükör a képzőművészetben, hogy jelenik meg a bor, hogy jelenik meg az angyal. Tehát nagyon érdekes témák, nem is tudjuk az elején, hogy miről szól, és amikor itt vagyunk, akkor magával ragad. A Pajta program eseményei a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program részeként valósulnak meg. De a nagy sikerre való tekintettel a következő évben is tervezik a Tudod, mit nézel, Rejtélyek és szimbólumok képzőművészetben című előadássorozat folytatását. Azok, akik jártak tavaly, azok megmaradtak, tehát ez a törzs közönség, és ez nagyon érdekes, mert a környező településekről, a nyaraló tulajdonosok köréből szépen kikerekedett egy bővítettebb létszám. Ugye hát ez mindig érdekes, mert azért nekünk is más nyáron mondjuk a látogatói körünk, és más mondjuk az ősz folyamán, szeptemberben, meg októberben, amikor tényleg kicsit leszűkül ez a látogatói kör, de azt gondolom egyébként, hogy nagyon szépen bevált ez a program, és szeretnénk ezt továbbvinni a következő években is majd. Az előadássorozat októberi és egyben idén utolsó eseményén az írott levelekkel és a levélírás művészetével foglalkoznak majd. A levelezés művészi ábrázolása révén elmerülhetnek az érdeklődők azokban a korokban, amikor az írott szó csak lassan jutott el a címzethez.